azért mégis azt mondom, hogy a legoptimálisabb a Ballagergő javaslatának, a hármas számú ajánlás, hármas számú pont szerinti javaslat elfogadása lenne, azaz maradjon az eredeti állapot jelenlegi formájában, tehát ő ezt célozza, hogy semmilyen más egyéb, tehát tiltsuk az aktív állomány ide alatti politikai tevékenységet, és utána pedig hagyjuk békén a szerencsétlen rendvédelmi és honvédelmi és nemzetbiztonsági dolgozókat, és ugye, mint a Lampert Monika említette, hogy az MSZP is ugye felvállalt egy szakszervezet képviseletét, hát én is mondhatom, ugye a látos vitában büszkén, hogy a Tetrekész Magyar Rendőr Szakszervezet álláspontját tudtuk hivatalosan is tolmácsolni, akiket jelen pillanatban még mindig üldöznek, ugye azért, mert a rendőr vezetők visszaéléseire, korrupciós ügyeire, maffiával összefonódására, de éppen ugye a politika irányítottságával kapcsolatos kritikájukat megfogalmazták. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha ezeknek az eljárásoknak véget vetnének, másrészt viszont legalább meghallgatnák az egyik legnagyobb rendőr szakszervezet szavát ebben az ügyben, amely azt mondja, hogy ez bizony nagyon keményen sérti a Európai Emberi Jogi Konvenció előírásait, a véleménynyilvánítási szabadságra vonatkozó, illetve az egyesülési jogokra vonatkozó, illetve ráadásul a választásokkal kapcsolatos cikket is, ugye, hiszen a passzív választójogból való kizárása a rendvédelmi, honvédelmi, nemzetbiztonsági dolgozóknak a jogviszony megszűnése után egy semmilyen módon nem magyarázható diszkrimináció és nem egyeztethető össze a nemzetközi egyezményekkel, ezért egyébként alkotmány ellenes is. Tehát ezért javasoljuk, hogy valamelyik jobbikos javaslatot mindenképpen fogadja el a kormánytöbbség, az annak érdekében, hogy ne kerüljön alkotmány ellenes, illetve nemzetközi egyezmény ellenes pozícióba ez a törvénymódosítás, amely valóban a jogalkotás egyik nagyon szomorú fordulópontja, hiszen a tipikus példája annak, hogy az alkotmányt hogyan rendelik alá a napi aktuál politikai jogalkotásnak. Ez, amit tipikusan nem szabad csinálni, és ez, amiért mi egyébként Zétény Zsoltot jelöltük alkotmánybírónak, hiszen ő egy olyan személyiség, aki bízunk benne, hogyha a többségi támogatását megkapja, ő a személyiségével, a Szent Korona tan iránti elhivatottságával nyilván majd erőteljesen gátat tud szabni az ilyen típusú jogalkotásnak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr. Most ugyancsak rendes felszólalásra Schiffer András képviselő úr kért szót az LMP képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm, elnök úr! Valamennyihez, tehát az egytől, hát az ötös, most nem tudom, hogy terítéken van-e vagy sem, az ötös számú módosító javaslat. Fönn van tartva, igen. Képviselő úr. Ugye, jó, Gaudi Nagy Tamás nem, képviselő. Ahhoz én akkor nem kívánnék külön hozzászólni, mert Gaudi Nagy Tamás szerintem elég kimerítően beszélt róla. Kezdeném a hármas módosítóval, ami Ballagergő módosító javaslata. Azért, mert tulajdonképpen ezt a módosító javaslatot mi el is utasíthatnánk, nem fogjuk tenni. Előre bocsánatom, hogy az LMP frakciója vélhetően valamennyi módosító javaslatot, valamennyi módosító javaslat egyébként ellenzéki, valamennyi módosító javaslatot támogatni fogja. Ennek az az oka, hogy mielőtt a támogatás indokát elmondanám, a dilemmámról azért egy rövid megjegyzést tennék. Én az általános vitában elmondtam, hogy önmagában az a probléma, hogy valaki elindul mondjuk rendőrként képviselőválasztáson, nem szerez mandátumot, megszűnik a felfüggesztés, és utána ugyanúgy ott tovább szolgál, ezt mi is, a jogviszony felfüggesztése megszűnik, és utána ugyanott szolgál tovább, ezt a problémát mi is észleljük. Tehát abban az előterjesztőknek igazuk van, hogy ez egy, hát hogy mondjam, létező visszásság, sőt tovább megyek, nem csak az a létező visszásság, hogy egy vesztes választási csata után egy, mondjuk egy rendőr tovább szolgál ugyanott, ahol korábban kampányolt, az is egy létező visszásság, hogy egy választási kampány után, akár egy katonatiszt is, vagy egy, igen, visszamegy ugyanabba a kemény hierarchikus rendszerbe, ahol korábban szolgált, csak éppen úgy, hogy már mindenki fogja tudni, hogy melyik párt színeiben szállt ringbe. Tehát mondom még egyszer, ezt a problémát észleljük. Mégis, amiért Ballagergőnek azt a javaslatát is támogatni fogjuk, ami gyakorlatilag az egész Lázár kocsis előterjesztésnek az elhagyását javasolja, pusztán annyi, hogy alkotmánymódosítást így
érdemi indokolás nélkül előterjeszteni nem lehet. És nagyon szeretném nyomatékkal kérni, hogy vonják vissza ezt az egész törvényjavaslatot. Erről az alkotmány módosításról is az új alkotmány előkészítése során, pontosabban ennek az önök által észlelt és valóban fönnálló problémának a kezeléséről is alapvetően az új alkotmány előkészítése során lehet tárgyalni. Azért is mondom ezt, mert ez az egyébként helyes probléma észlelet megoldást nyerhet akkor is, hogyha nem az alkotmányt piszkáljuk, hanem a szolgálati törvény módosításával lehet rendezni azokat a visszásságokat, amik valóban fönnállnak akkor, hogyha valaki egy választási kampány után visszamegy a korábbi őrhelyére, szolgálati helyére, stb. 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 A többi módosító indítvánnyal kapcsolatban. Annyit kívánok jelezni, hogy az, hogy a kisebbségi önkormányzat választást kivennénk ebből a szövegből, azt pusztán az indokolja, hogy az szükségesség, arányosság mérlegelését minden egyes szolgálati jogviszony típus esetében és minden egyes választás típus esetében is el kell végezni. A kisebbségi önkormányzatok ugye nem rendelkeznek olyan közhatalmi súllyal, minőségileg kisebb közhatalmi súllyal rendelkeznek, mint akár az Európai Parlament, az Országgyűlés, vagy éppen egy települési önkormányzat. Tehát egész egyszerűen nem indokolt bármiféle további korlátozás a kisebbségi önkormányzatokkal, a kisebbségi önkormányzati választással kapcsolatban. Ugyanígy ez a szükségesség arányosság mércéje érvényesül akkor, amikor azt mondjuk, hogy a szolgálati jogviszony megszűnését követően a passzív választójog korlátozása mellé alapos indokot legfeljebb a nemzetbiztonsági szolgálatok esetében lehet tenni, méghozzá azért, mert a nemzetbiztonsági szolgálatoknál szolgáló személyek esetében maga a törvény ír elő olyat, ami nem teszi áttetszővé az illető személynek a kapcsolatrendszerét. Mi pedig, és ezt egyébként a korábbi, tehát a dokumentumfilmekkel összefüggő határozati javaslat vitájában elmondtuk, elkötelezettek vagyunk abban, hogy az állampolgárok szabad, jól informált döntési jogához az is hozzátartozik, hogy a választásokon induló személyek kapcsolatrendszere átlátható, áttetsző, bárki számára ellenőrizhető legyen. Éppen ezért követeljük azt, hogy a kétharmados többség rendezze végre az akta nyilvánosság 20 éve megoldatlan ügyét. Ugyanakkor minden egyéb szolgálati jogviszony típus esetében egész egyszerűen nem látunk érveket a passzív választójog korlátozása mellett. Lampert Mónika képviselőtársammal pusztán csak annyi apróságban szeretnék csak vitatkozni, hogy nem társadalmi érdeket kell itt felsorolni. Konkrét alkotmányos érdeket. Ahhoz, hogy egy alapjog ilyen durva korlátozása indokolható legyen, kellő súlyú alkotmányos érdeket, más konkuráló alkotmányos alapjogot kell felsorolni. Úgy, ahogyan egyébként például a nemzetbiztonsági szolgálatok esetében ezt megpróbáltuk megtenni, vagy ahogyan ezt a mérlegelést elvégeztük akkor, amikor arra jutottunk, hogy a kisebbségi önkormányzatok esetében végképp semmilyen metszetben nem indokolható a korlátozás. Nem látunk ilyen indokolást. Önök az előterjesztésben, illetve azóta sem produkáltak olyan kellő súlyú alkotmányos indokot, nem mutattak föl olyan konkuráló jogot, alkotmányos célt, alkotmányos érdeket, ami egyébként a passzív választójognak egy ilyen durva korlátozását ennél a társadalmi csoportnál egyébként indokolná. Úgyhogy én továbbra is megfontolásra ajánlanám, még akkor is, hogyha a részletes vitánál tartunk, hogy ezt az egész törvényjavaslatot felejtsék el, vonják vissza, térjünk rá a kérdésre az Alkotmány Előkészítő Bizottságban, egyébként pedig a probléma kezelésére fontolják meg a szolgálati törvény módosítását, ezt szintén egyébként még az önkormányzati választás előtt végig lehet futtatni. Én azt gondolom, hogy az idő az önöknek itt a parlamentáris eljárásban nem szokott gondot okozni, talán még egy megfelelő trükkel ezt akár még csütörtökig is meg fogják tudni oldani. Minden esetre ez az alkotmánymódosítás ez egészen elképesztő, megalapozatlan, és természetesen a Szocialista Pártnak a kapcsolódó módosító indítványát nem fogjuk támogatni,
mert egész egyszerűen miközben értjük a humort, talán azért kicsit sok most már belőle. A törvényalkotást nem kéne poénkodásra használni, főleg nem hetente. Én azt gondolom, hogy nem játék. A törvényhozás, törvényjavaslatoknak a benyújtása, módosító javaslatok benyújtása. Elég szomorú, hogy ilyen kisstílű módon kezeli a jogalkotási folyamatot a kétharmados többség. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr! Két perces hozzászólások következnek. Elsőnek Lampert Mónika képviselőasszonynak adom meg a szót az MSZP képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Most az esti részletes vitában újra átélhetjük azt, amit egyébként az elmúlt két hónapban sokszor átéltünk, hogy nincsen valódi vita a kormányoldal és az ellenzék között. A kormánypártok képviselői ebben a vitában nem vesznek részt, és azokban a kérdésekben, a gyakran provokatív kérdésekben, hozzáteszem helyesen, amit az ellenzéki képviselők föltesznek, nincs valódi válasz. Ez azért is problémás ebben az esetben, általában problémás egyébként, mert a parlamenti demokrácia nem erről szól, de ebben a konkrét esetben ez azért is problémás, mert az előterjesztők az Alkotmányügyi Bizottságban egyszer sem az eredeti benyújtott 5 éves változatnál, aztán a másodszor benyújtott 3 éves korlátozási változásnál sem vettek részt. Az indokolása oly mértékben elnagyolt, hogy a beterjesztő valódi szándékát abból nem lehetett megismerni. És itt a parlament plenáris ülésén, amikor az expozét elmondta a beterjesztők nevében Lázár János, akkor olyan egészen új szempontokat sikerült megismerni ebből az expozéból, amik talán a valódi motivumot is, a benyújtás motivumát is fölvillantották, ám a Fidesz úgy csinál, mintha erről nem tudna, vagy nem akarná észrevenni. Ma Harangozó Tamás az azonnali kérdések órájában megkérdezte a kormányzat képviselőjét, hogy mit szól ahhoz a rendkívül elítélő nyilatkozatról, amelyet a hivatásosokról Lázár János megfogalmazott, egészen elképesztő hozzászólást mondott, és akkor sem kaptunk érdemi választ, és most a vitában sem. Úgyhogy én szeretném provokálni a jelenlévő egyik előterjesztőt, hogy hát mondanák már el, hogy miről is szól valójában ez a történet. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most Kis Sándor képviselő úr következik, ugyancsak két perc a Jobbik képviselő. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Itt már hallottunk érveket, főleg pró, tehát az ellenzék részéről. Én a Fidesz frakciónak, vagy a Fidesz képviselőnek egy arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy amilyen módosító javaslatot tettünk mi, az teljesen normális. Egy laikus ember is azt mondaná, hogy ez jó. Tehát ha azt kérdezem önöktől, hogy egy 500 vagy egy 1000 fős községben egy leszerelt katonatiszt, vagy egy leszerelt nyugdíjas rendőr miért nem vehet részt a közéletben, akkor szerintem erre önök nem tudnak épp kézláb választ adni. Különösen azokban a falvakban van probléma, ahol egyébként is kevés olyan ember van, aki részt szeretne venni a közéletben, és aki elég művelt is ehhez. Én azt javaslom a Fidesz frakciónak, hogy tegyen legalább látszat engedményeket. Mert ez az engedmény, ami a mi javaslatunkhoz kapcsolódott volna, ez az ellenzéknek semmilyen hasznot nem hoz. És önöknek sem lett volna semmilyen hátrányuk ebből. Én teljesen megértem az érveiket, hogy a politikát távol akarják tartani az olyan szervezetektől, mint a rendőrség és a nemzetbiztonság. De hogy egy kis településen milyen kockázatot jelent az, hogy valaki talán rendőrtiszt volt, vagy katona, vagy hivatásos katona volt, ezt nem értjük. Tehát én arra kérném önöket, hogy legalább ilyen látszat engedményeket tegyenek, ilyen látszat kompromisszumot tegyenek, és ez az önök megítélésén is sokkal többet segítene. Tehát nem értem, hogy miért kell valamit rögtön leseperni, tehát zsigerből leseperni, mert akkor persze ugyanolyan felszólalások lesznek, mint amiket eddig is hallottunk, ahol támadják önök,